Ütemre peregtek a dobok, a közönség pedig a partról szurkolt a Dunaholtágnál. 17 csapat mérte össze erejét az ASE kajakkenu szakosztálya által rendezett sárkányhajó versenyen. A megmérettetésen délelőtt az NVM Paksi Atomerőmű ZRT osztályai versengtek egymással, délután pedig 8 csapat képviselt helyi vállalatokat, valamint az önkormányzatot és intézményeit. A legjobbnak az A-döntőben idén a Paksi Atomerőmű csapata bizonyult. Nagy öröm volt ez számunkra, voltak célok, amiket kitűztünk magunk elé, és sikeresen ezeket elértük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Ugye neked a kajakkenu utat nem kell bemutatni, edzősködsz is itt Pakson, de most először ültél be a csapattal a sárkányhajóba. Igen, megmondom őszintén, amikor a legelső előfutam volt, akkor pont mondtam az egyik csapattársamnak, hogy rég volt bennem ez az izgalom. Ugye már nem versenyzek 3 vagy 4 éve, és most ez nagyon jó érzés volt számomra. A második a TEK, harmadik az Atomix csapat lett. Az Asemix hajója, amelyben a Telepaks munkatársai is eveztek, a B-döntő 3. helyén végzett. A versenyen a Paks 2 ZRT is képviseltette magát. Úgy érzem, hogy a csapatunk mindent megtett azért, hogy előrébb végezzünk, 4 másodpercet tudtunk javítani. Hál' Istennek, ennek nagyon örülök. És hát igyekezett minden kollega felkészülni a maga módján. Úgy érzem, hogy sikeres volt. A versenyzésen kívül az esemény célja a közösségépítés volt. A program idén is nagy népszerűségnek örvendett. Sokan vagyunk, jó a hangulat, jó az idő. Egyébként, amikor ide kerülünk, akkor mindenki jól érzi magát. Amikor erre a versenyre kell készülni, akkor senki se akar evezni. De egyébként az elmúlt 2-3 hétben a csónakház mindig megtelt felnőttekkel, akik sportolni jöttek le, ugye. Én, mint ugye edzőként látom a gyerekeket, hogy nekik ez nagyon nagy élmény, hogy látják egy példa, hogy felnőttek is ugye sportolnak és elmennek a vízre evezni. Az eseményről bővebben beszámolunk a június 27-i Lelátó című sportmagazinban. A műsor visszanézhető lesz a Telepaks YouTube csatornáján.